Szerbusztok! Angelika Habpatron vagyok, és mai videómban a home office-ba rátok leselkedő veszélyekbe foglak titeket bekalauzolni. Azt gondolnánk, ha már otthon vagyunk, akkor biztonságban vagyunk, mindenki ugye hazamenekül, még a réti farkas is örül, ha hazamegy a vackába, de vigyázat, mert azért leselkednek ránk bizonyos veszélyek. Ha otthon dolgozol, rengeteg kábel vesz körül téged, amik be vannak dugdosva az áramba. Nagyon könnyen elbotolhatunk bele, vagy fölakaszthatjuk magunkat rá, vagy akár le is rántjuk vele az egész hóbelebancot, és akkor egy nagy anyagi kárunk keletkezik. Hóban rágóva könnyen tudtok köhögni olyan ráverencserező hóbelebanka. Én már készültem néhány előre rágott rágóval, a sárga, a zöld és a fehér. Ugye ezek nagyon jól formázhatóak, és beledugod a kábeleket. Ilyenkor az otthonunkba tároljuk a céges információkat, és nagyon kell figyelnünk arra, hogy nehogy kiadjuk ezeket. Elképzelhető, hogy egy hacker feltöri az otthoni wifi jelszódat, és ő kezd el garáldálkodni. Mit tehetünk ellene? Állíts be olyan wifi jelszót, amit nehéz kitalálni. Például adhatsz neki hossz német szavakat. Hausgabe arbeiten weiser nichten so fast nicht. Csak hogy egyet mondja. Használj benne nagybetűket is, és akkor biztos, hogy erős lesz. Vigyázz arra is, hogy céges értekezlet után mindig kapcsold ki a kamerát a laptopodon, vagy az olyan eszközödön, amivel használod a kamerát. Erre használhatsz mechanikus zárat. Én például egy septapaszt fogok használni erre a célra. Na, és akkor látjátok, ezt itt így lehúzom, és akkor most látnátok, hogy itt mesztelenül vagy... Ajaj, hoppá! Mi az, ami még veszélyként leselkedik rád? Például mentálisan összeomolhatsz. A főnököddel beszélsz, miközben kiságyat szerelsz össze, miközben már hamarosan szülni fog a feleséged, közben még csetelned kell mondjuk a haveroddal, akit épp most hagyott el a szerelme, és még ekközben befonod a már meglévő gyerekednek a haját. De az egész életed egy nagy munkává válik otthon, legszívesebben már bemennél a munkahelyedre egy picit pihenni. Ezt megelőzhetjük azzal, hogyha készítünk egy órarendet. Szerdán, magyar, itt elmagyarázkodod a főnöködnek, amit dolgoztál neki. Csütörtökön énekórával kezdünk, hát ez mondjuk a zuhanyzás alatti énekelés, német óra a következő, de lecserélted a németet. Japánra, kínaira, mongolra, grúzra, arabra, amilyen ügyfeled van. Következik egy tornaóra, ez például ugye lehetséges a vásárlás, nagy cekkerekkel jössz visszafejlés, súlyemelés, sorbanállás vagy szaladás a busz után hazafelé. A biológia óra ugye az például szex, vagy az osztályfőnöki órát használhatod párterápiára, hogyha a biológia óra elmaradt. Zumbos konferenciáknál arra kell még figyelnetek otthon, hogy megfelelő környezetet alakítsunk ki. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő fényforrás, és figyelj arra, hogy csak a lámpa fénye essen rád, és ne a lámpa... Írjátok meg, hogy szerintetek mi az, amit home office-ba feltétlenül be kell tartani, és írjátok meg, hogy ti mit nem tartottatok be, és mi lett a következménye. Sziasztok! Iratkozzatok fel a csatornámra, ha van merszetek, akkor legyetek tagok, vagy ha van pénzetek.